A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem anatómiai előadótermében vagyunk. Dr. Szentágutai János akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szemügyre veszi előadásának illusztrációit. Eddig megismertette önöket a mozgás és keringés szervrendszerével. Mai előadásában a táplálkozás szervrendszeréről fog beszélni. Kedves nézőim! Az élő szervezeteknek az egyik alapfunkciója a táplálkozás, amely nélkül nem tudnának egzisztálni. Így érthető, hogy már az organizáció rendkívül alacsony fokán kialakulnak olyan szervrendszerek, amelyek a táplálkozás szolgálatában állnak. Már a legalacsonyabb rendű törzseiben az állatvilágnak találkozunk például az űrbélűeknek nevezett élőlényeknél, például a nagyon közönségesen akvaristák által ismert édesvízi hidrában, amelyik tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen üreg, amelyiknek oldal felé kihajló nyúlványai vannak, és amelyiknek két sejtrétege van, egy külső és egy belső. Ez a két sejtréteg, ugye az egyik az külső védőburokként szerepel, a másik belső sejtek, ide sodor be az rajta lévő csilló szőrök, vagy a nyúlványaiknak a mozgása, folyadék, vagy vizet, és ide kerülnek be részecskék, baktériumok, egysejtű élőlények, amelyeket azután ez a belső sejtréteg megemészt. Na, a magasabb rendűek esetében nem így van, hanem már a férgektől kezdve a tápláló csatorna a testen, annak a tengelyében végigfutó hosszú belső cső, amelyik elől a szájnyílással indul, és a végbélnyílással éri végét. Nézzük meg ezt talán ezen az ábrán, ahol nagyon általánosságban a tápláló csatorna, mert így nevezzük magasabb rendű élőlényekben az emésztő rendszer, hiszen egy csatornaszerű út körül nagyon különböző típusú szervek illeszkednek, indul a szájnyílással, majd ugye a fogak, szájüreg, nyelv, nyelőcső, gyomor és a bélcsatorna, amely végül a végbélnyílással nyílik a testnek, a törzsnek az alsó részén. Nézzük meg most egy filmben a táplálkozással kapcsolatos működések egyikét, másikát. Valaki kinyitja a száját, benéz saját torkába, látjuk a nyelvcsapot. Az illető most egy kontraszt anyag, vagy kontraszt pépet nyel, és röntgenfilmen követhetjük a szájában falatnak a nyelését. Látjuk, hogy a GG-nél valami trükkel ki kell, hogy kerülje a GG-t, a falat, és hátra ide bejut a nyelőcsőbe. Látjuk, hogy Leonardo da Vinci, a nagy művész, kiváló anatómus, hogyan látta a tápláló csatorna kezdetét, a GG-t. Közben azonban nézzük meg most ezeket a viszonyokat kicsit részletesebben a fejnek egy középvonali metszésén. Ezt láttuk a filmek az első mozzanatában, itt mégis nyugodtan megnézhetjük fölül az orrüreget, amelyről a következő előadásban fogunk szólni, majd itt a szájüreget, a zárt ajkak mögött a fogsorok, zárt esetben a fölülső fogsor az alsó elé zár, az előső úgynevezett metszőfogaknál, majd a szájpad, nem szájpadlás, mint ahogy szokványosan szokták mondani, alul a szájfenékből beemelkedő rendkívül mozgékony nyelv. Itt ez a szoros, a torok szoros, amit akkor látunk, ha a tükörben benézünk a nyitott szánkba, és átmondunk, majd itt a gerinc előtt lógó zsiger, a garat, amelyből előre felé nyílik a gége. Itt láttuk azt a komplikációt, hogy nyelés közben a tápanyagnak el kellett
mennie a gége mellett, és nem oda bejutni. Nézzük meg most a fogakat, de talán előbb egyetlen fogat tekintsünk meg egy insert ábrán, és azon láthatjuk, hogy milyen tulajdonságai vannak egyetlen fognak. Nézzük meg, ez egy metszőfog, véső alakú koronája, a fognak a külső rétegét a koronán, az úgynevezett fogzománc képezi, ezek sajátságos, körülbelül 1 mm hosszú, ilyen vastag a zománc, egymással összefonódott 8, illetve 6 szögletű hasábok, ugye tudnélik, ezeket hámsejtek képezték, fokozatosan átalakulva zománccá. A fog főállományát, ezt a rostos szerkezetű részt, amelyikben sejteknek a nyúlványai vannak benne, itt vannak a sejtek, ez a fog bél, ebben a fognak az érzékeny idege, és a fog csatorra, amelyiken keresztül a fog idegei és erei beérnek a fogba, ettől fáj annyira, hogyha a fúróval a fogorvos megközelíti a fognak a belsejét. Azután nagyon fontos fölismernünk, hogy a fognak még zománccal, tehát ezzel a sötétebb, prizmatikus szerkezetű résszel borított, vagy anyaggal borított részét a foghús körülveszi. Ez a szervezetnek egyik legnevezetesebb és legkényesebb pontja. 32 fogunk lévén, 32 sebb felület van mindenkinek a szájában. Tudnilik, a foghús akármilyen tökéletesen illeszkedik a fognyakhoz, ez az illeszkedés nem lehet olyan tökéletes, hogy zárt felszín keletkezzék. Nagyon sokszor, már fiatalkorban a foghúsnak az anyaga nem zár elég tökéletesen a foghoz, úgynevezett fog-íny sorvadásnak szokták mondani, emiatt nagyon sokan már a 20-as, 30-as évükben előbb meglazulnak, meghosszabbodni látszanak a fogak, majd el kell őket távolítani, anélkül, hogy a fogszúvasodás a fognak másik nagy ellensége kárt tett volna még. Nézzük meg a következő diapozitívban a fogbélnek az erejét, ezt a hihetetlenül sűrű érhálózatot, amelyiknek egy részét piros festékkel, a gyűjtőereket kék festékkel töltötték föl, hogy milyen csodálatos sűrű érhálózat és annak megfelelő ideghálózat helyezkedik el a fogunk, minden egyes fogunknak a belében. Érthető, ha egyszer a fogszúvasodás eléri ezt a fogbelet, és az fertőződik, akkor az a gyulladás milyen pokoli fájdalmat idézett elő. De nézzük meg most az egész fogsort egy készítményen. Ez a készítmény, amelynek egy részén itt a fogakat, illetve a fogmedreket úgy kipreparálták, hogy a fogok gyökerei is láthatóvá válnak. Most a szánkat így nyitjuk ki, mondjuk amikor a lány leharap a bajas kenyérből, akkor előbb az elől lévő metszőfogakkal levágjuk. Metszőfogaknak nevezzük, noha ezek a fogak így harapnak egymás alá, úgy működnek, mint az olló, tehát vágnak. Persze az ollónak a két szára egy tengely körül mozog, azonban a metszőfogak így vágják el a bajas kenyérből, ezzel, ugyanezzel a mechanizmussal harapnak le, majd hátrább toljuk a falatot, részben a nyelvünkkel, és akkor indul meg a rágásnak a mechanizmusa egy ilyen kombinált örlő mozgással. A rágóizület rendkívül sokoldalú, figyelhettük előbb a filmen ennek a lánynak a szájmozgását, az örlő mozgás, amelyiknek a segítségével mindig hátrába, mindig nagyobb zápfogak közé toljuk a nyelvünkkel és a pofa izomzatával a falatot mindig a fogak közé illesztve, úgy rágjuk meg addig, míg olyan pépszerűvé nem válik, hogy utána már le tudjuk nyelni. Az emésztésnek azonban nélkülözhetetlen, az emésztés számára már a kezdettől fogva a nyál elválasztás, és a következő diapozitívon most láthatjuk a nyálmirigyeket, itt látjuk a fejnek a három pár nyálmirigye közül kettőt. Ez itten az úgynevezett állkapocs, ez a illető egy tetem, amit kipreparáltuk, ez a fejbiccentő izom, ez az az izom, amely ha félrefordítom a nyakamat, akkor itt erősen kiemelkedik. Itt előtte
ez az állkapocs, tehát itt ezen a területen idősebb férfiakon, akiknek vékonyabb a bőre, vagy idősebb nőkön, itt egy ilyen kis kiemelkedés vehető észre, ha eléggé elsorvadt a bőrük, ez a szájfenéken, a nyelv alatt, a nyelv csúcsa alatt nyíló, úgynevezett állkapocs alatti mirigy, ez itten a sarka, a fültőmirigy, itt van a füle az illetőnek, itt ezen a tájékon helyezkedik el, ez az a mirigy, amelyiknek közönséges megbetegedése a járványos fültőmirigy gyulladás, vagy mumps. Gyermekkorban ez a betegség igen közönséges, rendszerint baj nélkül zajlik le, noha manapság már adnak ellene előre immunitást próbálnak kifejleszteni, későbbi korban sokszor kellemetlenséget okoz. Na ezek a nyálmirigyek termelnek és emlékeznek rá valamennyien, ugye, hogy Iván Petrovics Pavlov a nyálmirigyeknek a szekréciójára építette rendkívül fontos kísérleteit az emésztő reflexekről, sőt az állat alapvető agyi reflexeinek a vizsgálatán is a nyálmirigyek által termelt nyál mennyiségére, amelyeket cseppekben mért, erre építette föl. Nézzük meg most filmben a nyál emésztésnek, itt még a rágás folytatódik, és most itt már látjuk, hogy mi történik. Ezek a rákszerű molekulák, ezek szénhidrát nemű tápanyagokat, itt nagyobb nagyításban akar mutatni, és nézzük meg, a fermentum egy ékalakú és egy megfelelő negatív részből álló, persze ezek csak szimbólumok, mutatják, hogy a szénhidrátokat, annak az emésztése a nyálban lévő emésztő fermentumok révén indul meg ezeknek a mozzanata. Az első mozzanata az emésztésnek tehát itt a nyálban történik. De nézzük tovább, mert a filmen még látni fogjuk újra a nyelést, de most előről, megint egy kontraszt anyagot nyel. Láttuk az előbb ott azt a szigetképződést fölötte, ez rendkívül, itt látjuk, ahogy lekerül a gyomorba a falat, a nyelőcsőn keresztül. Na nézzük meg még egyszer most a garabot. A nyelésnek a kritikus mozzanata nyilván, hogy amikor a nyelvünkkel nyomást, ezt a filmnek legelső jelenetében láttuk oldalnézetben, nyomást gyakorolunk a pépes vagy folyékony anyagra, amit lekívánunk nyelni, nyelvet fölfele és hátra nyomva, a lágy szájpaddal elzárva a garatnak az orrüreg felé való közlekedését, és így a falatnak lefelé kell jönni, miért nem megy be a GG-be? Előfordul ritkán, és akkor azt mondjuk, hogy cigány útra ment a falat. Nagyon kellemetlen érzés, mindenki tudja. Na, itt látjuk, hátulról nyitva látjuk a garatot, hátulról látjuk a nyelvnek a tövét, itt fölül az orrüreg nyílása, itt emelkedik be a GG nyílás, érthető, hogy a folyékony vagy pépes falat könnyebben az egyébként is fölemelkedő gége, ugye a nyelésnél, figyeljék kérem a saját torkomat, a nyelésnél az Ádám csutká, ugye a férfinek nagyobb a gége, mert erről hallani fogunk, ugye? Már nem tudok nyelni, mert csak kétszer-háromszor tud az ember falat nélkül nyelni. Láthatják, hogy minden nyelésnél egy kicsit megemelkedik az Ádám csutkánk, tehát a gége fölemelkedik, ezért passzív a gége fedő, lekonyul egy kicsit, és akkor a falat, illetve a folyadék itt szigetszerűen ketté válva direktre kerül a nyelőcsőbe. Látjuk, ez egy aktív folyamat, nézzük meg oldalról a garatot, egy hatalmas fűző és emelő izomrendszer az, amely fokozatosan, rendkívül precízen, másodperc töredékeire kiszámítva precízen húzódik össze egymás után, és ezzel biztosítja a falatnak a gyomorba való bejutását. Nyugodtan tótágast állhatunk, vagy gyűrűs hintán a térdünk bent fölakasztkodva, lelóghatunk, egy csövet vehetünk a szánkba, és egy pohár vizet kiihatunk minden nehézség és előre való tanulás nélkül, a nyelés aktív folyamat nem esik. Nem öntődik le a falat, ezt külön kell megtanulni, a sörivók, azok Németországban van egy ilyen szokás, négy szokás, hogy igazi sörivó az, aki egyszerűen le tudja önteni a torkán a sört. Mi ezt, kérem magyarok, nem igen tudjuk. Na most kérem szépen nézzük meg a filmen tovább a nyelésnek a következményeit,
Itt látjuk már a gyomorba bejutott röntgenkontraszt anyagot. Látjuk, hogy a gyomor az nem úgy néz ki, ahogy általában hétköznapilag a könyvekben, például is ez az ábra is mutatja, kérem, itt már a nyálkahártyát mutatja, a gyomornak a nyálkahártyát, amelyiknek a nedvessége, látjuk itten, hogy a nedves, hogy nedves ez a nyálkahártya, azért, mert a gyomornak a falában mirigyek sokasága helyezkedik el. Mozog is ugye a gyomor, természetesen, az előbb, köszönöm. Akkor nézzük meg, kérem, a következő insertben a gyomor nyálkahártyának a szerkezetét. Na, ezek a mirigyek, kérem. A gyomor nyálkahártyája csöves mirigyekből áll, amelyeknek itt a szájadékai, azok eléggé tágak, ezek voltak azok a pöttyök, amiket az előbb láthattunk a nyálkahártyán, és a mirigyben mélyen mirigysejtek vannak a felületen, olyan mirigysejtek vannak, amelyek nyákot termelnek. A gyomornak nagy mennyiségben van szüksége nyákra, hiszen a nyák az bevonja a felületét a gyomornak, és biztosítja, hogy már a gyomor által termelt eléggé erélyes fehérje emésztő fermentumok ne támadják meg magát a gyomor falát. Na kérem, a gyomor fehérje emésztő fermentumát, a pepszint, ezek a mélyben lévő sejtek fehérje nemű anyag, tehát a fehérje termelő apparátusa a sejtek különösen fejlett. Ami a gyomor legérdekesebb tulajdonsága, az ezek a sejtek, ezek ilyen a sorból kicsit kiszoruló úgynevezett fedősejtek, nézzük meg ezt a sejtet itten, ebbe egy egészen sajátságos, bonyolult a sejtet belül is járatrendszer, amelyben finom bolyhocskák, egy valóságos szivacsrendszer van a sejten belül, ide történik a sósavnak a termelése. A sósav döntő fontosságú a lenyelt falatnak a baktériummentesítése, hiszen minden étel, amit eszünk, az végeredményben fertőzött, abban a mindenféle baktérium van, és ezen kívül az emésztésnek a folyamata, tához savas közeg kell. Na nézzük azonban tovább a filmet a gyomornak a mozgásáról. Itt még a nyálkahártyának a mozgást látjuk, és átlátjuk. Azonban itt megint a röntgen filmen látjuk most már a gyomornak a kimeneti részét. Nézzük csak, hogy összehúzódási hullám kezdődik, már mikor az emésztés megindult, és kisebb mennyiségenként juttatja be a vékonybél első részébe, látjuk, itt most kerül be, az úgynevezett epés bélbe egy-egy mennyiség, itt ez a pilorus, a gyomornak a kapuja, és innen nyomja be ebbe a recésnek mutatkozó epésbe. Látjuk itten mindig újabb és újabb kis kvantumokat vág le egy-egy ilyen összehúzódási hullám, és juttatja be a bélcsatornába. Majd tovább ezen a filmen még sok részletet látunk. Itt még mindig a gyomornak az összehúzódási hullámai láthatók. Na most kérem, itt most már egy modellen látjuk megint a gyomrot, ez fekvő embernek a gyomra áll így. Az előbb, amit láttuk, a gyomor sokkal függőlegesebben állt. Itt most nyitva a gyomornak a nyálkahártya, ezek a redők, amiket láttuk. Itt a gyomor pilorusa, itt az epésbél ezekkel a haránt redőkkel. Itt a hasnyálmirigy, most már ezt közvetlenül látjuk, a hasnyálmirigynek a felületét, jellegzetes mirigyesnek mondja a magyar, ugye azt, amilyen ilyen göröngyös felszínű. Na hát ez termeli a legfontosabb emésztő váladékunkat, hasnyálmirigy nélkül emésztés nincsen, akkor mesterségesen adott fermentumokkal kell biztosítani az emésztést, ha az hiányzik. Na most már elértünk ide, a duodénumnak megnyitott, tehát az epésbél megnyitott nyálkahártya, itt látjuk, itt egy nyíláson keresztül, itt mindig egy újabb folyadék mennyiség kerül be, kérem, megint újra fogják látni, hogy elönti a folyadék, ez a pulzálás, ez valószínűleg inkább az állatnak a légzésével függ össze, egy állatkísérletből van, itt így ismét a folyadék elöntötte, ezen a nyíláson jön elő a hasnyál. Na, de nem csak a hasnyál mirigynek a nyílása vezet ide be, ezt majd mindjárt külön is fogjuk látni, de még mindig ezen a filmen megnézzük, hogy na, itt a hasnyál emésztés, kérem, ezek a hosszú láncok, ezek a fehérjék. Nézzük meg, a piros színű nyíl meg ék, azok a fehérjéket támadják meg, bontják mindig kisebb. Közben a szénhidrátoknak a maradó részeit is bontják tovább. Látják, itt ezek már egyes cukrok. Itt ezek a fehérjék mindig rövidebb láncokra. Tehát itt a hasnyál jut be az epésbélbe, és most itt látjuk az epehólyagot.
amelyek a kivezető csöve ugyancsak ide nyílik be, ugyanazon a helyen, tehát az ep és bél ez a kritikus központja az emésztésnek. Itt látjuk az epe hólyagot a valóságban, és most azután ezen a filmen, most közelről nézzük meg, itt, ezen a ponton, itt van egy szemölcs, itt nyílik a hasnyálmirigy is, most itt bejött az epe. Ez történik akkor, amikor valakinek gyanús az epe hólyagja, hogy hát, hogyha epe köve lenne, és akkor beadnak az illetőnek egy kontraszt anyagot, amelyet a máj ürít ki az epe hólyagba, sok felvételt csinálok, és amikor már telődött az epe hólyagja, akkor talán egyik másik nézők már volt ilyen vizsgálaton, akkor egy jó vajas zsemlét megetetnek vele, és utána újabb röntgen felvétellel nézik meg, vajon ürült-e az epe hólyag. Itt már a belekben lévő nyálkahártya viszonyokat nézzük meg, ilyen recéket látunk, köszönöm szépen, de majd ezekre továbbiakban rá fogunk térni. Tehát nézzük meg ezeket a viszonyokat előbb táblákon. A táblán, itten, lát, ezen a fali táblán jól látjuk, ez az epésbél. Itt van a gyomornak a kijárati kapuja, ugye ez a pont a pilórus. Itt ér véget a gyomor, itt van a az epésbél, és azután visszafordul a vékony bélbe, és abban meg tovább. Ezeket majd a filmen részletesen fogjuk látni. Látjuk itt, hogy mennyi mindenféle verő és gyűjtőér van, nagyon kritikus helye ez a hasüregnek. Itt sok mindenféle komplikáció fordulhat elő, ez itt a bélfodor. Na, itt ez az emésztésnek a döntő mozzanata, de engedjék meg, hogy itt röviden utaljak erre a vékony bélnek és az epés bélnek a jellegzetes nyálkahártyájára, amelyiknek ezek a redői láthatók. Na most kérem szépen, ezen a diapozitívon még láthatjuk még egyszer ugyanazt, amit talán a filmen is láttuk, de itt jobban kipreparálva és nyugodtabban látjuk, ez az epés bél, és akik színesben látják, ott jól láthatják, hogy ez a két cső az epevezeték, a közös epevezeték, amelyiknek egy mellékjárata volt az epehólyag vezeték, a máj állandóan termel az epét, és emésztési közökben, tehát amikor nem emésztünk, akkor oda kerül be az epe, tárolódik, és az epehólyag hirtelen összehúzódással nagyobb mennyiségű epét tud benyomni, mint ahogy az előbb a filmben is láttuk, a duodénumba. Na nézzük meg, ez itt a hasnyálmirigy kivezető cső, a kettő együttesen nyílik két szondát, egy zöldet és egy sárgát vezettek be itt ebbe a készítménybe. De folytassuk a filmet, és nézzük meg a viszonyokat továbbiakban. Itt látjuk, kérem, a röntgen kontraszt anyaggal töltött beleket. Látjuk itt ezeket a redőket, főleg a vékony beleknek ez a haránt redőzöttsége jellegzetes. Itt most szabadon is látjuk, ugye a haránt redőket csak kívül ilyen benyomatokként látjuk. Látjuk, a belek mozognak, a beleknek ezt a mozgását a vidéki nézőink bizonyára látták, hiszen ez olyan, amit disznóölésben, amikor a disznót megpörzsölték, vagy leforrázták, még látható. Na, itt egy állatnak a fölbontott hasának a belejt, ezek a vékony belek, ez a vastagbél. Most éppen vastagbél mozog, nézzük meg. Itt majd a vastagbélről még a továbbiakban fogok röviden szólni. Ez a mozgás, ez az állatnak a légzésével kapcsolatos, a rekesznek a mozgás. Itt nézzük meg, most egy összehúzódási hullám halad végig a vastagbélen. Ez itt a vékony, ez is mozog, látjuk, ez is ilyen keverő mozgás, majd féregszerűen haladó összehúzódási hullám viszi tovább a bél tartalmat és szállítja a bélnek a vége felé. Tehát a bélnek a működése így kívülről is jól látható. Na, itt még látható, nézzük meg. Egy vékony bélnek a fölmetszett modellja, nézzük ezeket a haránt redőket, és ha mindig nagyobb nagyítással látjuk itt, hogy még a haránt redőknek is ilyen bolyhai vannak. Tehát a felület, hiszen itt felszívódásról van szó, óriási méretű megnagyobbodásáról van szó. Itt megint a bélnek a belső felületét látjuk. Köszönöm szépen, talán ennyi is elég ebből a filmből. Na most a következő inserten látjuk ugyanazt, amit az előbb a modellben láthattunk a filmen. Nézzük meg, ez lenne magának a bél fala. A benne lévő haránt redők, amelyeket viszont itt látunk fölül, ezen az ábrán, ezek a haránt redők, ezek már egymagában 30%-kal megnagyobbították
a bélnek a hosszát. A bél, kérem, olyan 5-6 méter hosszúságú emberben. Na most kérem szépen, a bolyhok, amelyek a bél nyálkahártyának ilyen kesztyűszerű nyúlványai, azok a bélnek a nagyságát, 600, a felület nagyságát 600%-kal növelik, tehát az embernek a belét olyanná teszik, mintha sima felület mellett a bél 40 méter hosszú lenne. Állítólag a zsiráfnak van 40 méter hosszú bele, hát az növényevő kell, és neki sokkal hosszabb bél, tehát ember egy pár méter vékony béllel is jól meg. Na most ezeknek a felületén vannak a bélnek a hámsejtjei, ezen keresztül történik a felszívódás, és ha jól megnézzük itt az inserten, ennek az ábrának a tetej, itt a sejtnek a tetején, tehát a zabat felületén még csak elektronmikroszkóppal látható mikrobolyhok vannak. 100 és 100, valószínűleg mintán több ezer mikrobolyhoj van egy-egy sejtnek a felületén. Képzeljük meg tehát, hogy ez a 40 méter felület most a mikrobolyhokkal hány méternek megfelelő felületnek. Óriási, kérem, egy nagy tértán, a hősök terénél is nagyobb felület mindannyiunknak a bél felszíne, amelyen keresztül a felszívódás történik. Ennek az a következő diapozitívon láthatjuk itten, hogy ez egy keresztmetszet a bélbolyhokon, minden bohojnak a közepén, ez a sötét közép, ez egy nyirokér. A felszívódás a bélbolyhon keresztül, tehát nem csak a benne lévő rendkívül sokoldalú és bő elágazódású kapilláris, tehát keringési rendszerbe, hanem a nyirokérrendszerbe is történik. Ha egy tejet fogyasztó újszülött vagy fiatal állatnak fölnyitjuk a hasát, akkor a nyirokerek gyönyörű fehéren rajzolódnak ki, úgy is látták meg. Régebben tejérrendszernek nevezték a bélnek ezt a rendszerét. A következő diapozitívon most még egy képet kaphatunk a májról, amely a másik nagy emésztőbirigyük, itt látható ugyan asnyálmirigy, ezek már a vesék, ezekről később lesz szó, itt látható a máj, és a máj alatt itt kilóg az epehólyag. A máj tehát egy másik emésztőmirigyünk, amelyikről részletesebben kell szólnunk. Köszönöm szépen. A májnak tehát a májat, amelyet régebben az orvosok a zsigerek királyának nevezték. Érthető, hiszen a májnak a fontosságát már elég régen ismerték föl. Azt hitték persze, hogy elsősorban sokáig azt hitték, hogy a máj lényegileg emésztőszerv, pedig nem. A máj ennél sokkal fontosabb, részben táplálékraktár, részben pedig más funkciókkal is bír, belső elválasztású funkciókkal a anyagcserének igen sok bonyolult folyamát szabályozza. Nézzük meg ezt a májkészítményt, amelyet itten bemutatok, és amelyen különböző színű anyaggal fecskendezték be a májba vezető különböző ereket. Látjuk, hogy ezek az erek, meg különböző, még akik nem színesben is látják, különböző színárnyalatoknak megfelelő, ilyen nagyjából fölülről lefelé haladó, máj körülbelül így helyezkedték itt be bennem, fölső része a rekesznek fekszik neki, az alsó része a bordaívet kissé meghaladja, vagy éppen avval párhuzamosan halad el. Tehát itt mindent elrothasztottunk, csak az a műanyag, amellyel kitöltöttük a máj érrendszerét, azt tartottuk meg. A májnak nagyon különleges helyzete van az emésztésben, és ezt meg kell itt közelebbről néznünk, és pedig nézzük meg ezt az ábrát, amelyiken látható, hogy a belekből, döntően a bélcsatornából származó vér az, amely a májba bekerül, mint a úgynevezett májkapu gyűjtőér. A májkapu gyűjtőér itt alulról jön be a májba, megy be, hogy artéria is, és itt van a májnak az elvezető gyűjtőereje, amelyek közvetlenül a szívhöz közel az alsó főgyűjtőérben nyílnak be. A máj tehát keringés tekintetében is egy egészen különleges emésztőmirigyünk, úgyhogy a szerkezetével kicsit részletesebben kell foglalkoznunk. Ha megnézzük a májat, fölmetszük, különösen, hogyha az illető valamilyen pangásos, tehát szívbeteg, pangásos keringési, pangásos betegségben halott meg, akkor úgy is mondták a régi korbonsztokok,
hogy ez a szerecsendiómáj. Na, attól félek, kérem, a mai néző nem tudja, hogy egy szerecsendió hogy néz ki. Nem igen szokták olyan fűszer, amit mi nálunk nem igen fogyasztanak, pedig régebben mindenki, aki egy régi szakácskönyvet vesz elő, még végy ennyi és ennyi szerecsendiót, ugye, és akkor kapart meg finomra. Ugye a szerecsendió az valóban egy ilyen diószerű képzelő, ha megkaparjuk, akkor jellegzetes rajzolatot mutat, amely körülbelül olyan milliméter, másfél milliméternyi ilyen csonka, hatszögletű csonka, gúla alakú, vagy hasábokból álló lebenykékből áll. Ezek a lebenykék érdekes szerkezetűek, úgy kell elképzelni őket, nézzük meg, talán ezzel a spirál füzettel tudnám megmutatni, kérem, így képzeljük el, sejtlemezek. Tehát mirigy ugyan, de egészen más, mint a mirigyek általában, tehát sejtlemezek vannak, amelyek a periféria lebenykek körzetéből mennek egy középső üres henger felé, és abban a hengerben van az elvezető ér. Na de ezt azután a következő ábrán részletesebben tudnám elmagyarázni. Itt látunk egy ilyen májlebenykét, látjuk, hogy ez itt a lebenyke keresztben metszve, ez az elvezető ér, amely már direkt a főgyűjtőérbe vezet, ezek a sejtlemezek, persze miután hát a befelé már kevesebb sejtlemez fér el, kívül több sejtlemez van, van aztán kívül egy zárólemez, és ezek a lemezek benn vannak a máj mirigy sejtjei, és minden két szomszédos sejt között, de ezt csak akkor látjuk, hogyha itten térbelileg ábrázoljuk, a hatszögletű sejtek között, minden két szemben lévő sejt között van egy-egy kis vájú, tehát két sejt képez egymás felé két vájú, és ezek a vájuk együttesen képzik az epeutakat, amelyek azután kivezetnek a májon kívül, és az epehólyag felé, ugye az epé, ahol az epe tárolódik. Itt vezet be a májkapu gyűjtőér, amelyiknek az ágai tehát benyílnak ide a máj sejtlemezei közötti résekbe, ott tulajdonképpen van ugyan faluk, de nincsenek igazi erek, hanem ilyen színuszszerű rések vannak, a sejtlemezeknek vannak lukai, ezeken keresztül tehát a vér szüremkedik lassan át és vezetődik el. Tehát egy véna újra hajszál erekre oszlik, persze van mellette verővér is, ez hozza az oxigéndús vért, és ez is belenyílik ezekbe az üregekbe, a májnak a vére azután együttesen távozik a főgyűjtőjén keresztül, és hozzájut a szívnek a keringéséhez. Na ezzel kérem szépen akkor az emésztésnek a főbb tényezőit letárgyaltuk volna, és még néhány szót, hogy a bélnek a további szakaszát is fölismerjük, tehát a vékony bél döntően, vagy a duodén, úgy a vékony bél kezdete, ez a része a bélnek az, ahol az emésztés a hasnyál, mirigynyála és az epe révén történik, majd nagyobbára a vékony belekben, ezeken a redőkön, bolyhokon és a minden bohóly sejten rajt lévő mikrobolyhokon keresztül történik a felszívódás, majd a vékony bél benyílik, itt meg van nyitva a vastagbél, ez az úgynevezett vakbél, kérem, nem az, ami gyulladásba jön és amit el kell távolítani, az a féregnyúlvány. Itt a bélnek van egy ilyen kis csöke, itt van ennek a nyílása. A féregnyúlvány, ez egy kis nyirokszerv, amely ezért gyakran megbetegszik és el kell távolítani. Semmi kára ebből nem származik. Ide nyílik be a vékony bél, ilyen két ajakkal. Ideáig a vékony bél felnőttben és normális állapotban steril. Tehát a gyomortól kezdve a vékony bél végig steril körülmények között zajlik le az emésztés. Itt történik meg az emésztés, sőt a felszívódás zöme. A vastag bél, amely itt jobb oldalt a csípőtájékba kezdődik, és ilyen keretszerűen körülfut a hasüregen, és azután kerül be a vékony bélbe, a medencébe, ez itt föl van persze vágva, hogy ne takarja, itt jön át, látjuk, hogy a vastagbél, azon olyan kidudorodások vannak. Kérem, akik disznóüléseken részt szoktak venni, azok tudják, mi a különbség a kolbász és a hurka között. Ugye a kolbászt a disznó vékony belébe, egyébként kérem, a sertés az emberhez legjobban hasonlító állat, sajnos átvitt értelemben is, nem csak anatómiailag. Tehát kérem, a vékonybélbe töltik a kolbászt, és a vastagbélbe a hurkát, amelyiknek ezek a kidudorodásai vannak. A hosszanti izomzat ilyen hosszanti csíkokba rendeződik, később persze a vastagbél azután megint megvastagszik. No hát ez a bélrészlet, ebben sokszor a hullámok ellentétes irányba haladnak, mert itt körülbelül 12-20 óráig tartózkodik a béltartalom,
a béltartalom besűrűsödése folyik itt le. Tudik, a vastagbél az ember típusú táplálkozású élőlénynél az ember mindenevő. A növényevő állatoknál nézzük meg, egy szarvasmarhának vagy nyúlnak a belét, pláne a nem kérődzőknek óriási félelmetes méretű vastagbele, az ember vastagbele, ez nagyon jelentéktelen, mint általában hús vagy mindenevő evő állatokban. Miért? Mert a vastagbélben már csak tulajdonképpen a vízspórolás zajlik le. A szervezet, mint ahogy egy következő előadásban fogjuk látni, rendkívüli módon gazdálkodik a vízzel. Tehát az az óriási mennyiségű nedv, amit részben megiszunk, megeszünk, az emésztőnedvek körülbelül napi 5 liter folyadék mennyiségnek felelnek meg, ha ez mindig kiürülnek, kérem, ez borzalmas vízveszteséget jelentene. Érthető tehát, hogy a vastagbélben egy közel 20 óráig való állandó tartózkodás folytán bizonyos kis utóemésztéssel, utókorhadással, már baktériumok háziállatként a vastagbélben tartott kóli baktériumoknak a segítségével, még bizonyos növényfalaknak a fölemésztése még történik, ez növényevőkben fontos, emberben nem jelentős túlságosan, a döntő a vízspórolás, ezért olyan fontos és nem közömbös. Persze egy felnőttek van egy hasmenése, az nem olyan nagy baj, de csecsemő esetében, vagy idős ember esetében súlyosabb, pláni dizentéria jellegű, tehát ismételt hasmenés olyan mérvű folyadékveszteséget idézhet elő, amely már orvosi szempontból eléggé veszedelmes. És ezért kérem, az orvos persze erre ügyel. Na most kérem, a vastagbélben a víz felszívódásával végül a megmaradó béltartalom egy olyan pasztaszerű sűrűségű anyaggá alakul át, amelyet azután a székletürítéssel a szervezet eltávolít magából. Ez tehát a bélcsatorna szerkezete és működése.